A legnehezebb feladatot 2014-ben a három választásra való regisztráció jelentette a szervezet számára. Kellett beszélni az emberekkel, hogy töltsék ki a lapot, mert sokan azt mondják, hát én szlovák vagyok, annak is vallom magam, de kétoldalas lapot kitölteni, hát elég macerás, ezért ezt nagyon jól meg kellett szervezni. Rengeteg 50-60-100 emberrel beszéltem, hogy segítsenek a szervezésben, hát segítettek is. Volt olyan, aki 20-25 ember szervezett be, úgyhogy segített neki kitölteni a lapot, vagy 15-öt, vagy 10-et, vagy... Tehát így az országban a második legjobb helyen álltunk a regisztráció. Hányan regisztráltak is körül? 180. Az októberi önkormányzati választások után 4 fővel alakult meg a szlovák nemzetiségi önkormányzat, melynek elnöke Mózer Györgyné, helyettese Csővári János, tagjai pedig Györk Ernőné és Dulai Györgyné lettek. A városi nagyrendezvények mellett 2 fontos eseményt említett Mózer Györgyné, a szervezet vezetője. Aki például a minisztériumban sütötte a rétes, hát azt ki kellene emelni, mert külön megdicsérték ezáltal a kiskörösi rétes. Vagy akik a Pozsonyba oda a VIP elegáns előkelő visegrádi 4-ek vezetőinek sütötték a rétest, a herrókát, tehát ez is egy különleges dolog. A közgyűlés fénypontja a Mikulás érkezése volt, aki Mózerné Zsuzsa asszony és a szervezet vezetőségének nevében ajándékokat adott át minden résztvevőnek. A hagyományoknak megfelelően a közgyűlés lila hagymás zsíros kenyér vacsorával zárult, ami mellé előkerültek a finom házi sütemények és az idei újborok is.